Köszönjük szépen Monostori Vladimir előadását és a felvezető szavakat, úgyhogy a témát már akkor egy szempontból itt körüljártuk, és ugye tudom, hogy Vladimirnak a görög mitológia igen közel áll hozzá, és nagyon mélyen ismeri és tanulmányozza, úgyhogy ezért külön köszönjük ezt a olimposzi megközelítést. Tudva azt, hogy a templom, illetve hát amiből készült a templom, az hát ugye az a kör, amit magunk köré húzunk akkor, amikor gyakorlunk. Úgyhogy köszönjük szépen, kedves Vladimir, és akkor légyen kedves, csatlakozz hozzánk, amíg az idő engedi a lazulás formájába. És már is nagy örömmel jelentem a következő előadónkat, barátunkat, Kis József Zsoltot köszöntöm szeretettel, aki öreg motoros, hogy úgy mondja, mint a javas ünnepeken. Hát 45. javas ünnepnél tartunk, ugye ez ennek az egy harmada mondható, hogy az asztrológia szellemében hangzott el, hát azokon szerintem úgy az önmel itt voltál, és nagyon jó kis gondolatokkal jössz mindig, úgyhogy nagyon remélem, hogy most is így lesz, úgyhogy szeretettel adom át a szót Kis József Zsoltnak. Tegeződünk. Ahogy megszokhattátok, illetve nyilvánvalóan gondolom a társaság jó része talán gyakorló vagy tanuló asztrológus, itt a hívó szó, ugye a mester a templomba lép, végül is egy aktuális prognosztikai esemény és prognosztikai fókusszal beszélünk erről. Én rögtön be is hoznám magam ezügyben, hogy mit tapasztalok, mit gondolok erről, bár ez szerintem a társaság jó részének evidencia. Ugye az asztrológiai prognózis, vagy prognosztika arról szól nekem, hogy aktuálisan mi az, amit beépíthetünk a tudatunkba, vagy mi az a, ahhoz tartozó, talán szabad jól megengedni ezt a kifejezést ebben a körben, karmikus tartalom, amit érdemes integrálnunk. És hát személyiség szinten mik azok a valóságrészek, amiket egyébként kivetítettünk, vagy kiprojiciáltunk, és aktuálisan ennek megfelelően elfolytunk, és most érdemes megint csak beépíteni a személyiségünkbe, hogy teljesebbé váljunk, azaz, hogy jobban elfogadjuk, szeressük magunkat, ezáltal másokat is. Spirituális értelemben egy kicsit költői legyek, pedig ugye éppen mit tapasztalhatunk, mire van lehetőségünk, és milyen feladatokat kínál a következő időszak arra, hogy haladjunk a teljesség útján. Nyilvánvalóan, mivel amíg benne vagyunk ebbe a duális tudatba, és mondjuk nem értük el az abszolút szeretet és tudatosság fokát, vagy a megvilágosodást, addig duális dinamikával érzékeljük a világot. Ugye látszólagos ellentétpárok, amik egy magasabb szinten persze kiegészítik egymást, váltják egymást, és ebből a szempontból nézzük, a prognosztikának is van egy dualitása, vagyis hogy van egy picit egy determinált rész, és az összes többi a szabad lehetőségünk, vagyis a tágulási, tudattágulási, személyiségfejlődési lehetőségünk. Most itt ülünk éppen egy iskolában, és ugye ez kicsit olyan, mint egy tanterv, hogy az adott, hogy mi a tananyag, adott időszakban, meghatározott időszakban, de hogy mi mit kezdünk vele, és milyennél fejlődünk általa, az persze függ a hozott létnívótól, ahogy szokták mondani, az asztrológiai tradíció úgy tartja, hogy a horoszkópból két dolog nem olvasható ki, ugye, hogy férfi vagy nő horoszkópját nézed, illetve hogy milyen a létnívó, milyen a tudatszint. És valóban én úgy több osztályban tanítok asztrológiát, jelenleg van haladó, meg középhaladó csoportom is, és én kiszoktam egészíteni egyéb más tevékenységekkel, tehát én régebben használok már pszichodrámát, családállítást az asztrológia tanításhoz, illetve mozgásmeditációt, bodyworköt. Tehát mi dolgozunk más szinten a horoszkóppal, például dramatikusan, és ezzel azt akarom mondani, hogy valójában az, hogy kinek milyen a személyiség érettsége, és az egy tudatszintet nagy mértékben tükrözi, az tényleg önmagában nincs benne a horoszkópban, ezt tapasztalom, hanem a személyiségreakciókból, a kommunikációból, a sorsalakításból, az énvédő mechanizmusokból derül ki, hogy valójában valaki hol tart, hiszen az kiolvasható egy radixból, hogy itt tudom én, ő hozott egy olyan, mondjuk így karmikus feladatot, aminek hatására született egy olyan fogantatási térbe, amilyenbe, és olyan családi térbe, amilyen hatások érték, és olyan magzatkora volt, és olyan fejlődése volt, fejlődési lélektani szempontból, ahol beszerezte azt a sérülést, amit, és ez a sérülés okozza a személyiség szinten, hogy ő most nem tudja úgy elfogadni magát, ezáltal másokat sem. Szóval, hogy ez így láncolódik tovább. Na most ugye az a helyzet, hogy hát akkor vegyük górcső alá ezt a bizonyos prognosztikai kérdést. Ugye, ha arhetipusokban gondolkodunk, az asztrológia
egyben egy antropológiai rendszer is. Ugye számomra az archetipus, ugye, vagy hát talán mások számára is, ugye Istentől eltávolodott analógiák. Egy más szinten Jung, aki szerintem elég magasra eljutott, de úgy fogalmazta meg, hogy a kollektív tudattalamban létrejövő és működő szerepmintázatok, amik ugye generációra átöröklődnek, óriási érzelmi energiával bírnak. Hát valóban itt a bölcsöregről van szó, vagy a mesterről, ez nem kérdés. Ugye a Szaturnusz, a bennünk lévő mester vagy a bölcsöreg archetipusa, ez ugye belép a templomba, és ez a szakrális tér, ez valóban a nyilas jegye. Na most ugye szeretném kis tartalomjegyzékkel előre bocsájtani, hogy milyen rétegeken szeretnék végigmenni így a rendelkezésre álló 35-40 percben, talán már 35. Szóval, én azt gondolom és azt figyeltem meg, hogy ugye különböző megnyilvánulások vannak. Van, aki olyan inkarnációt él, hogy mondjuk nincs is dolga a transzcendenciával annyira. Van, akinek megvan, szerintem ugye a tapasztalaton túli tartalmakkal. Legtöbbünk szerintem milyenek vagyunk, mert nem véletlenül ülünk itt és foglalkozunk ilyennel. Viszont hát ilyen-olyan nehéz karmákat, feladatokat hozunk, ami megnyilvánul úgy, hogy például az alapkapcsolataink sérültek, ugye, hiszen alapvetően ami a gyermekkorban amilyen hatások érnek bennünket, valamit nem kaptunk meg, hiányosan kaptunk meg, vagy nem úgy kaptunk meg, hogy szeretve és elfogadva érezzük magunkat, arra alapozódik a személyiség és a későbbi szeretett kapcsolatok, amit aztán spirituálisan tovább viszünk. Magyarán ugye sok olyan ember van, akinek van dolga a személyiségével is, de van dolga a transzcendenciával is. És itt szeretném előre bocsájtani azt a megfigyelésemet, miszerint vannak olyan emberek, vagy akár olyan inkarnációk, hogy alapvetően inkább személyiség szinten szükséges adott esetben foglalkozni magukkal, például egy adott prognosztikai kérdés konstelláció mentén, mert az aktuális továbbhaladásokat ez biztosítja. Aztán vannak olyan inkarnációk, vagy vannak olyan életszakaszban lévő emberek, ahol pedig pusztán a spirituális gyakorlás tovább segíti az illetőt. Egy biztos, hogy akár a spirituális gyakorlók, akár akik a klasszikus önismereti módszerekkel dolgoznak, mindenki az énnel, más néven az egóval vagy a személyiséggel dolgozik, ugye Szepes Mária írta azt, hogy Isten és közöttem állok én. Tehát ezzel kell valamit kezdeni. Nyilvánvalóan nem azt, hogy megszüntetni, nem azt, hogy erőszakkal befolyásolni, ezt mindenki sejti, ugye keleten beszélnek arról, hogy az én kicsit olyan, mint a tigris megszerítése, hát mi nyilas nemzetként, ugye lovas nemzet vagyunk, valószínűleg mi a ló megszerítését figyelhetjük meg, hogy az hogy történhet. És hát igaz is, hogy én azt látom és azt tapasztalom, hogy az úgynevezett önismereti módszerek, vagy a pszichológia, vagy a pszichoterápia által kínált módszerek, azok egy adott szakaszban segítenek, hogy mi az énünk gyakorlatilag teljesebb legyen. Jobban szeressük és elfogassuk magunkat. A spirituális módszerek, amit az őshagyományok, a spirituális praxisok, az egyetemes spirituális gyakorlás, mint a tantrikus hagyományok, vagy a jóga, vagy egy-egy kultúra őshagyománya, akár a hermetika módszerei, pedig azt kínálják, hogy tulajdonképpen ezt az egót, ezt az ént, amit az önismereti módszerekkel mi, akire éppen erre van szüksége, teljesebbé teszünk, tovább tágítja, tovább viszi, hiszen az alapvető hajtóerő, az alapvető cél az az, hogy gyakorlatilag az abszolút szeretet és tudatosság felé haladjunk, ugyanis mindenki ezt az egységet és teljességet, ennek a realizálását keresi, tudatosan vagy öntudatlanul. Magyarán úgy tűnik viszont, hogy ennek részben az én az akadálya, de ez az én, mivel ez ráadásul paradoxon, de hát a duális világ egy darabig, amíg nem jutunk magasabb szintre, paradoxonról épül fel, ez egyben az egyetlen az eszközünk is. Tehát csak azt tapasztalom, csak az énen keresztül lehet felszabadulni, semmi más. Hiszen ha megnézzük a teremtés történeteket, gyakorlatilag az, hogy tulajdonképpen mi önmagunkra reagálni vagyunk képesek, tehát az ember egy reflektív lény, aki a állati vagy ösztönvilágtól bejárja egészen az isteni dimenziókig, bejárhatja az összes oktávot, és integrálhatja ezeket a tartományokat. Valójában arról van szó, hogy az énben van elrejtve, vagy az én mögött van elrejtve az Isten, és az ént nem lehet megkerülni. Tehát magyarán, most mondom egy kicsit más megközelítésben, amikor arról beszélünk, hogy karmaoldás, és a karma gyakorlatilag a személyiségen keresztül épül be, a szocializációkon keresztül, hova születünk, kikhez születünk, milyen nemzet lányaként, fiaként, milyen szülőkhöz, milyen lesz aztán a viszonyunk, vagy iszonyunk önmagunkkal, olyan lesz, ami a viszonyunk, vagy iszonya a szülőknek egymással, és őnekik velünk gyermekkorban, ez ugye beépül, és végeredményben az egyetlen karmaoldás az önismeret, az énnel való munka. Az éppen aktuálisan lehet, hogy valakinek az, hogy egy pszichoterápiás módszerrel megtanulja
a szülőkapcsolatait földolgozva elfogadni magát. Vagy lehet, hogy valakinek már ez párhuzamosan egyébként csinál mást is, mert a tudatát lecsöndesíti például, vagy kontemplációs gyakorlatokat végez, vagy meditációt, vagy egyéb szakrális aktusokat. Vagy valakinek tisztán ez. Hiszen vannak olyan leszületések, akik viszont elég pusztán ahhez, hogy spirituálisan gyakoroljanak. Például az asztrológia úgynevezett jelfigyelő rendszerként való használata pontosan erről szól, hogy mondjuk én tudatosítok egy konstit, ahogy svéd Kovács Gábor mondaná, és akkor pusztán azzal, hogy fókuszálok és tudatosítom, hogy jelenben vagyok, már képes vagyok azt föloldani. Hát azért ez nem egy kis ügy, hogy belegondolsz, hogyha ezt valaki meg tudja csinálni, én például nem tudom megcsinálni. De valaki ott tart, hogy meg tudja csinálni. Tehát, hogy ezért vannak különböző gyakorlatok, akár a személyiséggel, akár az énnel, alap, közép és magas fokon, hogy ehhez közelebb kerüljünk. Tehát akkor most megnézzük azt, hogy ez a Szaturnusz mit jelenthet, vajon mit üzenhet, mibe segíthet ilyen módon személyiség szinten, aztán pedig kicsit tovább megyünk. Hát ugye először is maga a nyilas, a 9. jegy, a 9. ház tartalom, az tulajdonképpen a feletteseinen keresztül a transzcendenshez való kapcsolatunk a személyiség struktúrán belül, az én olvasatom szerint. Tehát ugye van a személyiség alapok, falak és ház. A ház a teteje, a transzcendencia. Na most ugye vele szemben van a hármas ház, vagy ugye az ikrek, és ahhoz, hogy valaki létezzen, és működjön az énje, és különösen kognitív szinten egyáltalán tudjon kapcsolódni, ugye gondolkodom tehát vagyok, volt egy ilyen filozófiai megállapítás, az azt jelenti, hogy mindegyiknek az énje hiedelemrendszerrel veszi körül magát ahhoz, hogy egyáltalán létezzen konkrétan. Tehát a saját hiedelmeimmel azonosulok. Na most ezek szabják meg, hogy én tovább megyek az opponens jegyben, nekem a jegyopponenciák, házopponenciák azt jelentik, hogy integrálni a másik jegyet, és azt úgy tudom, hogy gyakorlatilag az adott kérdéses jegy magasabb fokára lépek, és így tudom integrálni a következő jegyet. Magyarán, én tudok-e úgy dolgozni, és képes vagyok-e úgy tudatossá tenni a hiedelemrendszereimet, ami egyébként nagyon sokszor börtönbe zár és lekorlátoz. Ezek a hiedelemrendszerek persze, most nem mennék bele, mert nincs annyi idő, hogy miért alakultak ki gyermekkorban szükséges módon egyébként, de ezek megakadályozhatnak például az én transzcendens részemmel való megfelelő kapcsolatban, ami viszont az énen túl van, hiszen a nyilas témája, a 9. ház, az már nem a hiedelemrendszerek, hanem a hit nagybetűvel. Vagyis a hit, ami már az egómat mondjuk így összekapcsolja a magasabb rendűvel, vagy a magasabb rendű önvalómmal, a bennem lévő krisztusi természettel, buddha természettel, atmannal, attól függ, hogy éppen hogy fogalmazzuk meg, és ki milyen úton jár. Ugye ezért ezt mondjuk, hogy a hitnek az aktív megtalálása, hiszen az uralkodó planétája a tüzes Jupiter, nem a vizes, nem a halak típus, hanem a tüzes Jupiter egy aktív élése és megközelítése végül is a hitnek és az önvalónak. Tehát ugye itt van valami olyasmi, hogy a hiedelemrendszereinkkel biztos kell kezdeni valamit ahhoz, hogy én a hit kapuján, vagy a templomba például belépjek, illetve hát a templomban is dolgozok ezzel, a templom pedig már maga a nyilas tere. Na most ugye aztán nézzük meg, hogy egy ember hogy kapcsolódik személyiségen belül a magasabb rendűhöz. Ugye például van egy olyan fejlődési szakasz az ember-gyerek fejlődésében, ugye ez a közép és késő kamaszkor, amikor már kialakul a felettesén, és ugye a második nagy lázadás lezajlik a szülőkkel, és akkor, ha az jól megdolgozódik, akkor egyrészt megdolgozom magamban, hogy mik azok a szülői écák, tiltások, óvások, tanítások, féltések, amit beépítek, integrálok, és úgy ítélem meg, hogy hasznos és magammal viszem, és mi az, hogy megtagadok, és elkezdek másképp gondolkodni, jön az önálló gondolkodás, az önálló hitem, és ugye ebben a szakaszban tudok befogadni valami olyat, amire azt mondjuk, hogy esetleg milyen filozófia, milyen világnézet, vagy milyen spirituális út, ami felé nyitott egy ember gyermek. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nyilas analógiája, ugye a hit oké, de a hit a magasabb rendűvel hogy kapcsolódom? Úgy, hogy az énemnek megnyílik az a személyiség struktúrán belül, megnyílik az a transzcendens tapasztalaton túli rész, amit én úgy szoktam nevezni, hogy a nyilas vagy a 9-es ház szól a tudat tágulásról. Ugye, de kinek micsoda ez? Tehát van, aki például a ideológiák vagy az eszmékkel azonosítja magát, és neki az a világnézete, a tudattágulása, ez most nem minősítés, éppen abban a fázisban van. Például a politikában hisz önmagában, amik tudjuk, hogy még tiszta formájában is csak mullandó ideológiák és eszmék mentén halad, hát nem beszélve a olyan korszakban, amikor a politika már is veszítette az eredeti szakrális jelentőségét, ugye ma már egy olyan korban élünk, és van, aki még ezt komolyan gondolja, hogy ez erre érdemes foglalkozni. Tehát azt hiszem, hogy talán a társaság többsége nem. Bár ugye, aki belső úton halad, az nem persze egy közönyt jelent nyilván, és egy teljes ilyen lekezelő közönyt, vagy bármilyen attitűddel a világban történő eseményekkel.
Hiszen tudjuk, hogy belülről tudjuk a dolgokat áttransformálni és megváltoztatni. Aztán ugye jön az, hogy ami ennél magasabb rendű, ugye például vannak olyan filozófiai irányzatok, amik ugye azt mondjuk, hogy egy-két filozófus meg a bölcsek mondják, hogy na, ő azért tudott valamit, mert az egyetemes örökérvényű értékekkel vagy kozmikus törvényekkel sokkal inkább harmóniában volt. Aztán ugye még magasabb szinten vannak a gyökérguruk tanításai, amik úgy tűnik, hogy bármilyen korszakban érvényesek. Hát egy gyökérgurú például Buddha, vagy Krisztus, ugye egy-egy világban levő, akár Hermész Trismegistus a hermetikának, és ma mai napig is aktuálisak és alkalmazhatóak. Vagy a művészetben is azok a beavatott művészek, írók, költők, festővészek, amit megcsináltak, akkor egy ilyen ikletettség alapjának még mai napig is táplálkozunk ebből, és tanítással bír. Ugye itt rögtön behoznám azt, hogy a létnek van egy hármassága, abból a szempontból aztán a negyedik, ugye az önébredő tudatosság ebből az aspektusból, vagy ha úgy tetszik a negyedik, akkor maga a manifestum, és az ötödik az éter, az akasa, vagy az önébredő tudatosság. De van egy három szint, hogy ugye számomra az zodiákus nem abban különbözik, hogy egyik jegy rosszabb, mint a másik, hanem ugye a lélek ébredésének a stációja egyfelől, másfelől pedig tulajdonképpen ezek a színpadon előadott szerepek, amiket mind be kell építenünk, hogy a teljesség felé haladjunk. Na most az a helyzet, hogy talán azt mondom, hogy miben vagyunk egyek. Abban vagyunk egyek, hogy ugyanaz a szeretet, ugyanaz a tudatosság mozgat bennünket, és mozdul bennünk, és arra vagyunk hangolva, motiválva. És mindenkinek van énje, és mindenkinek a csábítása, a saját kísértése az egyetemes. Tehát ugye az ugyanaz. És hogy hol tartunk ebben, abban vagyunk teljesen különbözőek. Ugye? Tehát az azt jelenti, hogy meg lehet élni egy energiát öntudatlanul, tudatosuló és fölébredt szinten. Én például az asztrológiát is úgy tanítom a csoportjaimban, hogy egy konstellációt, egy kozmikus állást, egy lokális állást, egy fényszög kapcsolatot, hogy néz ki, ha öntudatlanul éled meg, hogy néz ki a tudatosuló, és ha fölszabadult szinten éled meg ezt a dolgot. Számomra a Jupiter is azt mondja, hogy a Jupiter gondolja arra, hogy mondjuk van egy adott társadalmi tudatszintnek megfelelő jogos vagy jogtalanság, hogy az adott társadalmi trend most jogos vagy jogtalan ítéli meg, vagy mondom más szóval, van jogszolgáltatás. Egy magasabb szinten van igazságszolgáltatás, de ha igazságszolgáltatás van, az még nem biztos, hogy etikus. Sőt, még messze van attól, hogy a kozmikus törvényekkel összhangban legyen. Ugye most a Jupiter fokozatait mondom. És a Jupiterre legnagyobb foka az, ami összhangban van a kozmikus törvényekkel, a spirituális törvényekkel, az isteni törvényekkel. Amikre rá lehet jönni konkrétan. Ha őszinte vagy magadhoz, ha józan parasztészetet használod, ezek a természettörvények bele vannak képezve is mindenhol. És ugye itt erről van igazán szó, ugye itt valóban, hát van egy szerepcsere, mert akkor nézzünk tovább, hogy akkor mivel van dolgunk. Hiszen ugye a bak, és ugye a bak ura kerül be gyakorlatilag ugye a nyilas jegyébe, és természetesen ez hoz különböző gátoltságot vagy szűkülést is egy bizonyos aspektusból. Más bizonyos aspektusból pedig pont ezeket a feladatokat. Hát nyilvánvalóan most itt általános feladatokról beszélhetünk, hiszen egy mundán konstellációról van szó, és úgy értelmezhető, hiszen nagyon jól tudjátok, most lehet, hogy ez mindenki számára megint egyértelmű, de elmondom, hogy mindenkinek a saját horoszkópjára kell ezt értelmezni. Mit tudom én, van akinek az ötös háza a nyilas, akkor nem egészen erről fog neki szólni, hanem és mondjuk van egy egyes a Szaturnusz, akkor azt kell nézni, a Szaturnusz honnan került oda, ahol áll a Szaturnusz, ugye muráni elvek szerint ott hat, ahol áll, aztán milyen fényszöget kap, milyen házuraként van ott, és aztán ezt a tartalmat átviszi az ötös házra. És így tovább. És ott is aztán ezt végig lehet ragozni, hogy mihez kapcsolódik. De általánosan tényleg van egy ilyen, hogy az ego hiedelem rendszerei, ha személyiségből nézzük, ami megakadály az abban éppen aktuális, hogy a felsőbb rendűvel vagy magasabb rendűvel kapcsolódjak, vagy az önvalómmal, illetve újra rendezzem a kapcsolatomat a hittel. A legelső ez, hogy ezt realizáljam. Nekem a Szaturnusznak vannak ilyen fokozatai. Hogy a Szaturnusz első fokozata az, hogy ahol van a Szaturnusz, mindig késztet vagy kényszerít arra, hogy beláss, hogy realizáld. Ugye a Szaturnusz ugye a legerőteljesebb földi tanító, gondolja a bölcsőleg a bak. Ugye van egy ilyen, hogy a bölcs számol a realitásokkal. Tehát először látnod kell a realitást. Tehát ott valami nagyon komoly, eszenciális önismeretről van szó, ahol a Szaturnusz megjelenik. Hogy reálisan nézd, hogy mi van. Hát nyilván, ahogy tudod, vagy ahogy tudjuk. Utána a következő fokozat az, amit a Szaturnusz hoz, hogy felelősséget vállalj azért a tartalmadért. Na most tudsz úgy felelősséget vállalni valamiért, hogyha nem ismered meg? Mondjuk idehoznak egy autót, amit nem ismersz, teljesen speciális, és akkor tudsz úgy felelősség teljesen vezetni, hogy nem tudod, hogy működik? Tehát ezt meg kell ismerni. Tehát mindig egy nagyon reális ismeretet hoz a Szaturnusz, utána az, hogy felelősségvállalás, utána jött aztán bármi más, hogy például krikistályosodok, és azt már bölcsen kezelem,
Tehát magyarán meg kell néznünk, hogy a magasemredő hitünkben reálisan a hiedelemrendszerünk hogy akadályoznak most, illetve a transzcendenciához hogy kapcsolódom. És kinél ez most hogy van? Ugye itt megint belemetnék alapkapcsolati dolgokba, hát nagyon jól tudjuk, hogy most azt mondom, hogy kereszténység, és azt mondom, hogy akár a magyar hagyománykörben, ugye mennyei édesanyánk nagy boldogasszony, hát hogy tudom én befogadni a Mária energiákat, ha én a saját édesanyámat nem tudom elfogadni, és még a saját anyámmal kapcsolatban van egy elfojtott düh, amit nem dolgoztam meg, és nem bocsájtottam meg, ezért nem tudok kapcsolódni az anyámhoz. Tehát hogy tudnék kapcsolódni a mennyei édesanyámhoz? Az ugyanaz az energia. Jó, tehát van egy ilyen láncolat. Tehát most ragozhatnám, ha lenne másfél óra egy előadásra, de nem ragozom, hogy be kell helyezni azt, hogy a magasabb kinek-kinek, és ki hol tart ebben, aktuálisan mit kell neki megnézni ahhoz, hogy az ego magasabb rendű részével ő kapcsolódjon, vagyis azzal a hittel, ami az önvalóval, vagy a bennünk lévő Isten részhez kapcsol. Másfelől, szemben, mint hármasház, milyen hiedelemrendszerek akadályoznak meg, amik egyébként szintén a szocializáció során a gyermekkorban kondicionálódtak, és erre most én rá tudok nézni aktuálisan. Na most, ha ezt még inkább kitágítom, hogy miről szólhat ezáltal globálisabban, hát ugye az, hogy mindannyiunknak tulajdonképpen újra kell rendeznünk a hittel a kapcsolatunkat ebben az értelemben, realizálnunk kell a hittel a kapcsolatunkat, újra kell rendeznünk, de az újrarendeződés az ilyen kívülről újrarendezni az ilyen kicsit ilyen megfoghatatlan fogalom, hogyha nem mondtam volna hozzá mindezt, hogy szerintem mit kell magában valakinek rendeznie, mert mindenki csak magába tudja ezt rendezni, és hogy ez valamiben gyökerezik. És akkor jöhet el az, amire szerintem ez az időszak behozza és tanít, hogy valaki kikristályosítsa ezt a hitét, tehát realizálja, kikristályosítsa, vagy a világnézetét, vagy a szemléletét, és magasabb szinten a hitét, tehát hogy realizálja, kikristályosítsa, és felelősséget vállaljon érte. Na most ugye itt nagyon fontos, hogy általában a tüzes jegyekben a Szaturnusz, ugye, hát most mondjuk így, hogy nem érzi túl jól magát, tehát ott nyilvánvalóan több munka van vele, vagy ahogy talán mondják a javasok, hogy a planéták leprája, ugye el van szennyeződve, ugye az archetipus nem jelenik meg olyan a tiszta formájában. Tehát ugye itt például akár a hit elutasítása, vagy akár a fanatizmus veszélye, mint öntudatlanabb megnyilvánulások ugye bejátszhatnak, befigyelhetnek, mondanán kifejezéssel élve. És itt erre figyelni kell valóban, mert ugye ebben lehet egy ilyen kísértés, mint fanatizmus, vagy valaminek a megtagadása. De nézzen meg, hogy mi van mögötte. Például mi az a személyiség reakció, az én személyiség történetem, amiatt mondjuk fanatizálódom világnézetben, vagy szemléletben, vagy mondjuk így istenhitben. Vagy ami miatt éppen azt annak a szélsőségnek a másik oldalát élem, hogy megtagadok valamit. Tehát itt van egy ilyen, azért konfliktusokon keresztüli, ilyen vajudási, kikristályosodási folyamat, talán inkább azt mondanám. És hát ne felejtsük el, hogy a Skorpióban jön a Szaturnusz, ugye értelemszerűen, és ugye még vissza fog oda menni, és ugye ott pedig a feladat az, hogy a tudat alatti tartalmainkat szembenézzünk, ha úgy tetszik, az árnyékkal, a nem láthatóval, szóval az megint egyetemes, hogy a sátánnal mindenkire szembe kellett néznie az összes nagygurunak, tehát ez nem megúszható. Tehát a saját öntudatlan árnyékunk, ugye a nem tudás, vagy öntudatlanság, ugye a Skorpió, és amit ott összegyűjtött, meg amit ott mi magunk összegyűjtöttünk, hát azt most tovább vihetjük tulajdonképpen ennek a gyümölcsét ebben a feladatkörben és feladatrendszerben és lehetőségben, amit a nyilas Szaturnusz kíván, vagy kínál. És akkor ebből jöhet az, hogy valóban, ugye közösségi síkon is azt lehet mondani, hogy az emberiségnek dolga van azzal, hogy a felsőbbrendűvel való kapcsolatát rendezze. Ez például járhat, most én nem akarok bele ilyen spekulációkba, hogy mivel járhat, mert ez időkeret is, meg egyébként is túl szubjektív lenne, meg úgysem tudhatjuk, tehát azért koncentrálok mindig a feladatra. Egyébként év elején, utóbbi időben, mióta olyan nehéz konstellációk vannak, Uranus Plutó kvadrát és egyéb kísérő jelenségek, szoktam tartani nyilvános előadást a következő időszakról az én olvasatomban, az általában másfél-két órás szokott lenni egy koncertre egybe kötve, ahol mantrázunk, és most békemeditációt is fogunk tartani utána a mantrázással. Akit érdekel, ez januárba kerül sor, és a hollapomon rajta lesz, még nem tudom az időpontot, valamelyik januári péntek, és a hollapom az kisjozsefzsolt.hu, tehát kétessel, ahogy írom a nevem, kisjozsefzsolt.hu, és ott a hírlevélre is föl lehet iratkozni, és aki egyébként bármit gyakoroltok, és szeret énekelni, és őket is mantrázik, kérem, hogy maradjon az előadás után, mert akkor éjfélig még ott vagyunk, és hívunk, szóval vannak zenészek, akik mantráznak, és akik adják ehhez az alapot.
Egyébként a honlapomon lehet megtalálni a csoportokat és az asztrológia csoportokat is. Na most, visszatérve tehát ide, és ha már említettem, hogy attól izgalmas a dolog kollektív síkon, hogy közben ugye van egy Uranus-Plutó kvadrát folyamatosan, és ráadásul ugye a Jupiter-Szaturnusz között is voltak feszült kapcsolódások, ugye szilárdjegyek között ezen már részben túl vagyunk, de aztán változó jegyek között is van. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a Plutó-Uranusz égésze alatt tulajdonképpen egy korszakváltásban vagyunk, tehát a világ újrarendezésében vagyunk minden szinten, ez egy nagyon-nagyon fontos. Tehát részben az, hogy a gyökeres átalakulás önmagamhoz, a külvilághoz és az élő környezethez, vagy ahhoz való viszonyunkban, relációnkban. Hát másfelől pedig sok minden benne van, majd erről az előadáson, amit én látok, ebben bővebben beszélek, hogy ebben a tettes áldozatjátszma is benne van, hogy nagyon sokan szeretnének már kilépni ebből a játszma dinamikából a világban, ami elég végtelenül a történelmet ugye hajtja. És ugye az áldozatoknak szembe kell nézni a saját tettes oldalukkal pszichológiailag, a tetteseknek a saját áldozat oldalukkal, és valószínűleg világi értelemben az áldozatoknak meg elege van már az áldozatszerepből, és elkezdenek föllázadni a világban. Most ezt mindenki helyezze el a maga struktúrájában, vagy ismerve a adott történelmi és politikai helyzetet. Nem, és akkor eközben pedig ugye itt vagyunk a nyilas Szaturnusszal, hogy eközben a nyilas Szaturnusz az egész emberiséget sarkalja és tanítja arra, amit eddig elmondtam, hogy kristályosíts ki például azt, hogy igazán miben hiszel, mi az, ami számodra reális, szélsőségeket megnyírbálva, most ez a kifejezés pont a végén hallottam tőled, és ez a megnyírbálásnak, így most nagyon ideillik, megmetszve egy picit, illetve hogy ahogy kell, és hát persze arra utaltam, most volt még egy elvallatlan szálunk, hogy igen, vélhetően akár még a világban olyan dolgok is lehetnek, vagy tükröződhetnek, hogy például markánsabban ki kell állni bizonyos értelemben a hitünkért, vagy a hitünk mellett, vagy a világnézetünkért, és ez nem feltétlenül valami ellenében, hanem valaminek a beérése. Ugye, tehát akár még az én, ez már csak kis József Zsolt szubjektív véleményem, bár ugye eddig sem, ugye eddig is, hogy rajtam keresztül megnyilvánuló dolgok voltak, én beszéltem, tehát nyilván nem egy kinyilatkoztatás, de ennél is szubjektívebb, hogy akár még inkább terítékre kerül, hogy vaj szint abban, hogy te miben hiszel. És egy picit én megint csak kicsit ilyen személyesen látok egy ilyen dolgot, hogy például abban a tekintetben is, hogy lehet, hogy te mit azt mondod, hogy nem a politikában hiszel, mert nem az ideológiában, mert egyes filozófusokban, gondolatában, ami egyébként önmagában értékes, hanem valódi, állandó vagy örökérvényű emberi értékekben. És lehet, hogy ennek a megnyilvánítására nagyobb szükség lesz, vagy egyértelműsítésére nagyobb szükség lesz a következő időszakban, mert ez nekem nagyon-nagyon összefügg a Plutó-Uránusz által jelölt, kínált és biztosított korszakváltással, ennek a dinamikájával, hogy hát itt azért van egy ilyen fajta folyamat, ami tulajdonképpen egy új világkorszak születése. Én úgy fogalmaznám. És akkor van még itt egy, ami egyébként, hogy mondjam, szerintem csak visszatérés ahhoz a normális emberi állapothoz, ami az embernek a hivatása. És van még itt egy olyan dolog, amiben kitekinthetünk, bár ismerve az előadókat, például Kaló Jenő szerintem erről bővebben fog beszélni, mert neki ez témája, sőt a rádióműsoromban volt is, beharangoztuk a múlt hétvégén ezt a pénteken ezt a javasünnepet, és hát ő biztos fog beszélni a magyarságról, de valóban azért ne felejtsük el, hogy zodiákálisan a nyilas archetípusához tartozunk, mint magyarok. Ami jelenti azt, hogy azért mi alapvetően nem kereskedő vagy iparos nemzet vagyunk, meg ilyesmi, hanem azért szakrálisabb. Ugye? Tehát ezt akár Mirejsz László könyvére is hivatkozhatnék, aki ő levezetett egy bizonyos dolgot, amivel én eléggé tudok azonosulni. Én nem tudom, hogy úgy van-e vagy nem, de minden esetre az tény, hogy szakrális kaszthoz lehet nekünk közünk. Ami persze nyilván nem jelent se felsőbbrendűséget, se a számomra, se azt, sem azt. De lehet, hogy feladatunk lesz ebben az időszakban ehhez az archetípus tekintetében jobban összekapni magunkat. Például kikristályosítás, felelősségvállalás, összefogás tekintetében valószínűleg realizált és kikristályosodott értékek mentén, ami a nyilas Szaturnusznak az üzenete. Csak hát azért ne felejtsük el, ha már mundánba belementünk, hogy igazándiból azért van egy aktuális országhoroszkóp, ami a köztársaság horoszkópja, és ott ugye ez egy skorpió nap és bakaszcendenssel van. Az egy külön vizsgálódási terület természetesen, hogy az akkor erre hogy hat, de hát lehet, hogy majd valaki erről a későbbiekben fog beszélni. És hát mivel úgy itt nézem az időt, hogy 40 perc van egy előadásra,
talán még van 2 perce, még 5 percem van, nagyszerű. Akkor egyrészt terveztem, hogy kb. 2 percet, ha van valakinek valamilyen kérdés, akkor szeretnék erre hagyni. Mundánban pedig, még egyszer mondom, azért nem akarok belemenni, mert ezek spekulatív dolgok, és nagyon sokszor félelmet keltenek, vagy éppenséggel illúziókat gerjesztenek. Ezért egy adott konstellációban mindig a konkrét kapcsolódást érdemes megnéznünk. Itt ugye még egyet szeretnék kiemelni, az az, hogy ugye itt van valójában egy ilyen tulajdonképpen recepciós helyzet, és ez számomra egy újrakorrigálás is. Tehát ugye nekem ugye az arról szól, hogy a bak, a Szaturnusz, az már a bölcs, aki megcsinálja, vagy a jógi, aki megcsinálja. Aki nem ígért hirdet, nem prédikál, vagy ott esetben nem fölkapcsolódik aktív módon filozófiailag és elméletileg, hanem éli a dolgokat. Ugye ez egy nagy, nagyon fontos. Ugye ezt akkor vette talán észre jobban, amikor ugye például a Plutó átment a nyilasba. Ez a korszak, nyilasból a bakba, ez a korszak már lejárt, hogy filozófia, hanem az a korszak van már, hogy alkalmazni. Az itt és mostban, a gyakorlatban, ez a bölcsesség. Igen ám, de most megint kell egy kikristályosítás, kell egy bizonyos értelemben egy újra navigálása a hajónak, hiszen a 10-es ház, mint a hajó orra, ugye mögötte van a 9-es ház, de oké, én milyen koncepció alapján navigálom a hajómat. És itt ilyen szempontból megint van egy visszatekintés, és ugye én úgy is szoktam fogalmazni és tanítani az asztrológiában, hogy az első árnyék az a hold, de aztán a mélyebben ülő árnyék ugye a Szaturnusz, és aztán persze még vannak további árnyékok. És ugye nem véletlen, hogy például a karma számomra egy bizonyos megközelítésben megcsontosodott szokásmechanizmusok együttese, amik ugye a szaturnuszi merevség gyakorlatilag, és ugye a fizikai testre és személyiségre vonatkozó legerőteljesebb karma jelölő az maga a Szaturnusz. És hát ezért szoktam mondani, hogy amivel nekünk karmánk van, azok a hajlamok, ha belefigyelünk, most is itt vannak. És hogyha egészen mélyre megyek, akkor például érdemes ezekkel foglalkozni, hogy az, ami a magasabb rendűhöz kapcsol, akár félelem vagy vágy szinten, az is egy kapcsolódás, vagy éppenséggel egy szeretetébredési igyekezet tekintetében, mik azok a mélyen ülő mozgatórugók például, amik szokásmechanizmusok, tendenciák. Úgy is mondhatnám, hogy egyrészt az önismeret a leghatékonyabb karmaoldás, másrészt ezzel párhuzamosan, hogy a megmerevedett szokásainkat megnézzük, hogy hogy tudjuk tudatossá tenni, akár még azt is, hogy rátekintünk, és dolgozunk ezzel például a figyelőből, hiszen ugye, ha már említettem a hiedelemrendszereket, mint hármas ház, ugye van egy olyan része a személyiségnek, aki gondolkodik és bele van kavarodva, de van egy olyan része, aki rá tud nézni a gondolatokra. Ugye a jogikus pszichológiai modellben ez a buddhi, ugye a megkülönböztető értelem, amivel rá tudunk nézni. És ugye például a szokásainkat át tudjuk írni, az szintén karmaoldás. Például azokat a szokásmechanizmusokat és a mögötte levő tartalmakat, aminek az automatizmusa megakadályozza azt, hogy ugye egy merevebb vagy bemerevedett egóval mi, vagy én, ugye az a bizonyos én, a magasabb rendűnek útját állja. De ez egy teljesen természetes dolog egyébként, itt szeretnék megint visszatérni, hogy fokozatok. Tehát ezért mondtam ezt, és egyébként hierarchia, ez a hierarchikusság ezzel a Szaturnusszal meg tud jelenni, és realitás. Tehát a realitás mindig az, hogy, és ez nem, nincs erre szerintem egy ilyen külön étszal, mert mindig minden egyéni és specifikus, hogy neked most mi a realitásod. Mert abban is el lehet szállni, hogyha valaki kihagyva lépcsőfokokat, és tapasztalok sok ilyet, elkezd kapcsolódni a magasabb rendűhöz. Legrosszabb esetben ezzel nincs baj, legfeljebb az élethazugságát vagy a patológiáját erősíti, és azt hiszi, hogy ő kapcsolódik a magasabb rendűhöz, közben igazol valamilyen elakadt tartalmat, és akkor meg is föl is menti magát az a veszélyes benne attól, hogy ezzel dolgozzon, mert azt hiszi, hogy már megérkezett, miközben még csak a félúton van. Például. Meg aztán nyilván van a másik is, amikor valaki egy ilyen bezárkózásból, hát még igazán van azt mondja, hogy jaj, hát én nem, én már nem merek azzal gyakorolni, ez milyen nehéz, az a nagy jogiknak való, meg a nagy spirituális gyakorlónak leül, és akkor figyeli a mechanizmusait. Hát az, hogy nagyon magas szint van, kell, és akkor az, ott még én nem tartok. És akkor ez is lehet egy hárítás. Hát erről is szól ennek a realitásnak a bekalibrálásáról adott szinten, és nyilván ennek a kollektív hullámverése is persze a világban gondolom, hogy meg tudnak jelenni, és nyilván most nem akartam sok bármit is mondani a viselkedés szintről, de szerintem az megint számotokra eléggé egyértelmű lehet, azt gondolom, hogy nyilván itt ideológiai, eszmei, világnézeti szélsőségekkel
vagy dogmatizmustól érdemes ugye óvakodni, vagy nem gerjeszteni ilyen folyamatokat, vagy nem hozzájárulni áttételesen is, az is egy karmikus felelősség, hogy áttételesen. Például ez egy ilyen kiszólás, hogy a világban is lehet, hogy ezek jobban, ráadásul ezen gyökeres átalakulások mentén jobban egymástak tudnak feszülni, pláne amikor még a Jupiterrel is kvadrátba kerül ugye a Szaturnusz, és hát láthatjátok ugye a következő konstellációkat. Nos, akkor azt hiszem, hogy most már csak egy-két percem van. Ha valakit ez bővebben érdekel, egyrészt várom, akkor erre a nyilvános előadásomra a www.kisjozsefzsolt.hu honlapon szerintem 2-3 hét múlva rajta lesz, illetve a csoportjaimat is megtaláljátok. Ha még van egy vagy két perc, van-e valakinek ebből a megközelítésről valamilyen kérdése, vagy fölvetése, amit így ezügyben például megosztana, vagy ebben a gondolatkörben megosztana, vagy megkérdezne? A hallgatóság részéről, is, vagy akár bárki részéről. Hát elmélkedjetek akkor tovább, azt kívánom, és épüljön ez is, váljon mindez épülésetekre, és további szeretetteljes jelenlétet, bölcsülést a javas naphoz. Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget.